Az iskolákban eddig zökkenőmentesen zajlik az oktatás. A diákok nagyon élvezik, hogy együtt lehetnek, hiszen így sokkal könnyebben elsajátíthatják a tananyagot, a tanulnivalót. Én személy szerint örülök ennek, mivel az osztálytársakkal is könnyebb a kommunikáció, könnyebb ugye a csoportos munkákat is tudjuk csinálni, a tanároktól könnyebben lehet kérdezni, itt ugye csoportos munkák sűrűben zajlanak, amikkel ugye könnyebben is tudunk tanulni. A prezentációkat is ugye könnyebb levetíteni, a projektmunkákat is könnyebb elvégezni. A Hajdújárási Petőfi Sándor általános iskola diákjai és tanárai között jelenleg nincs koronavírusos beteg, mondta el az intézmény igazgatója, aki az elmaradt órák pótlásáról is beszélt. Márciusban egy csütörtököt pótolunk, oly módon, hogy hosszabbított tanítási napot tartunk. Tehát egy órás órák lesznek, ami azt jelenti, hogy azon a napon a gyerekek jóval tovább maradnak az iskolába. És áprilisban is szintén a pénteki napot áprilisban fogjuk bepótolni, az is szintén egy ilyen formában, hogy egyórás órák lesznek. Ez pedig már a Szabadkai Széchenyi István általános iskola, ahol mint minden szerbiai tanintézményben, tantermekben zajlik az oktatás már második hete. Rendesen járunk, és kellett egy kis idő, hogy a diákok is megszokják ezt az új, vagyis a régi rendszert, de jobban megy minden. Szóval jobban tudnak tanulni, rendszeresebben csinálják a házi feladatokat, és az összes aktivitás, az iskolai ugye élet már indult úgy, ahogy előbb is volt. A tantermekben továbbra is kötelező a maszk viselése és a kézfertőtlenítés is, hangsúlyozta az intézmény igazgatója. A múlt héten 3 diák és 1 tanár volt koronavírusos, 4 diák pedig kontaktszemély volt. Ezért ők nem mentek iskolába, tette hozzá az igazgatónő.